meg érezték az emberek, hogy azokban az években ez volt az egyetlen kitörési lehetőség. Az ország számára is. Az ország számára, hát persze. Az ország a sport révén olyan pozícióba küzdötte fel magát. Igen. Hát nézd, a Helsinki olimpia, ugye megközelítőleg se előtte, se utána nem volt olyan eredmény, mint Helsinkiben 52-ben. És hát a labdarúgó csapatnak ez a pályafutása ugye az, a világban, hogy 4,5 év után kaptunk ki először, ami nagy baj volt, mert a világbajnokság döntőjében, de utána még 2 évig veretlen volt ez a csapat. Tehát az emberek ebben élték ki a nemzeti érzéseiket. Így van, pontosan. Milyen volt a csapaton belül a hangulat? Kik voltak a barátaid vagy kedvenceid? Azt tudom, hogy a fradisták külön csoportot képeztek. Igen, Budai Kocsis Cibor. Igen, hát meg a kispestiek is, a Puskás, a Bozsik, Babolcsai, tehát az echte kispestiek, akik ott kezdtek meg, ott nőttek fel. És hát voltak a... Zakariás, Hidegkuti, hát a Buzánszki. Válogatottban, igen. Hát mondjuk a válogatott más magánéletet élt, mint a klubcsapatok. Mert a válogatottban hát ritkábban találkoztunk és voltunk együtt, mint a klubcsapatban. De hát a Honvéddal minden bajnoki mérkőzés előtt edzőtáborban voltunk. Szerdán volt egy edzőmérkőzés, és utána már mentünk rejtek helyre, mert úgy hívtuk, hogy rejtek. És akkor vasárnapig a mérkőzésig ott voltunk. Tehát ez egy szigorú kemény, drill volt. Persze, hát ez kemény dolog volt. Hát volt olyan, ugye, hogy jegyrendszer volt, élelmiszer jegyrendszer volt Magyarországon, és akkor az olimpia, tehát a válogatott csapat, meg néhány olimpikon, minden héten kaptunk ilyen élelmiszer csomagot, ami volt téli szalámi volt benne, banán volt benne, csokoládé volt benne, meg olyan dolgok, amiket az országban nem lehetett kapni. Hát nem valami fele nagy mennyiségben, de szóval ahhoz, hogy hát egy ekkora téli szalámi, ahhoz, hogy egyáltalán megkóstoljuk a téli szalámit, ahhoz bőven elég volt, mert sehol nem lehetett kapni. Nekem volt egy hentes ismerősöm a mostani múzeum körúton, ahova én bejártam, és jegy nélkül bevittek a raktárba, és azt mondták, hogy válasz. Szóval élelmiszer üzlet ugyanott, csak egy két házzal odébb. Tehát a kiváltságosak számára fenntartott hát voltak? Nem. Volt persze a kőkemény pártagok részére, de az annyira zárt volt, hogy oda... Tehát még oda tizsak kerültetek be. Nem. Már itt erről beszélgetünk. Ez azért nem minden játékosnak volt ilyen lehetősége. Nekem azért volt, mert ismertem az üzletvezetőt. Ti szóval mindesetre a ország döntött többségéhez képest nagyon szoros kapcsolatban voltatok a felső politikai vezetéssel is. Nem, személyi kapcsolatunk nem volt. Farkas Mihállyal sem? A Farkas Mihállyal úgy volt kapcsolatunk, hogy kijárt a Honvéd mérkőzésekre, leült a díszpáholyba, és a meccs után elment. Tehát néha előfordult, hogy bejött az öltözőben meccs előtt. De ez nagyon ritkán. Értem, tehát akkor tulajdonképpen csak a Puskáson keresztül volt. Ő is.
legenda hát ez, úgy szól, ez, hogy, persze, hát ez egy legenda. Puskás akar találkozni, Farkas Mihály akar nem. Akkor... Ha Farkas Mihály akar találkozni a Puskással, akkor jött létre a találkozó. Tudnélik, nagyon sok ilyen anekdóta került ki az utcára, ami mögött nem volt valóság. Értem, ez is érdekes. Ami nem. Legalábbis az én számra érdekes, mert ugye hozzámagyarázták a csapat tagjaihoz ezeket a dolgokat, amik nem. Nem, olyan volt, hogy ha valami probléma volt, de nem játékosnak, hanem a játékosoknak, tehát a csapatnak, akkor a szakosztályvezető, aki a Honvédelmi Minisztériumból volt oda akreditálva, akkor azon keresztül nem az egész csapat, csak két-három játékos el tudott jutni. Puskás és Bozsik. Igen, Puskás, Bozsik, néha én. Kocsis Sanyi nem, mert ő nem jelentkezett ezekre a dolgokra. És milyen volt a viszonyatok a sportvezetéssel, Sebes Gusztáv? Egyáltalán mi a véleményed, mondjuk Sebes Gusztáv, Bukovi Marciról? Marci bácsi nagyon szerettem. Volt, igen. Nagyon szerettem, és amiről nagyon kevesen tudnak. Ő reformálta meg a világ labdarúgását. Igen, a 4-2-4-et. 4-2-4-et. Hát ő találta ki. Méghozzá az MTK-ban alkalmazta először, annak megfelelő játékos anyag. Ugye, mert a Nándit hátra vitte középpár, fedezett sorba, és 4 csatárral játszott, és 4 védővel. Ezt a Bukovi találta ki. És miután az MTK ezt a stílust játszotta, a Hidegkuti Nándi bekerült a csapatba, mert előtte is bent volt már, csak jobb szélsőt játszott, bal szélsőt játszott. Szóval ahol valami problémát, akkor a Nándi. De azok után 52. január-februárban, tehát az olimpia évében került a Nándi fixen be a csapatba. És akkor kezdte játszani a csapat ezt a 4-2-re. Budai Kocsis, Puskás Cibor, és akkor a Nándi hátra volt vonva, és a Bozsikkal ketten. De Bukovi nem volt párt funkcionális, nem úgy, mint nem. Sebes Gusztáv. Gusztáv szava a Sebes Gusztáv egyáltalán a sportmozgalomban akkor, és a labdarúgáshoz, mint pártvezető került közel. Igen. Tehát ő nem mint szakember, hanem mint káder került az OTSH elnök helyettesi székébe, és kapta meg a labdarúgó szövetség feladatait. Milyen ember volt? Hát nézd, volt akinek jó, volt akinek kevésbé. Hát nekem közismerten nagyon rossz kapcsolatom volt. Szóval úgy kezdődött a mi kapcsolat. Sebes Gusztáv 1947 őszén már mint az OTSH elnök helyettese játszott szerepet a magyar labdarúgásban, de akkor még a szövetségi kapitány a Galovics Tibor volt. Még mindig. Tehát nem ő volt a szövetségi kapitány, ő később lett. 49-ben vagy 50-ben, nem is tudom. Na elég az hozzá, hogy Bukarestben játszottunk 47 őszén. Válogatott meccset. És nyertünk 3-0-ra. És hazafelé a határon föladtak nekünk képesportokat, meg sportot, meg a mérkőzésről